Jó reggelt kívánok! Önök az ATV híradóját látják 7 órakor. Európában nincs szükség újabb falakra, főleg nem uniós országok között, ezt Jean-Claude Juncker mondta tegnap este. Az Európai Bizottság elnöke szerint még sokáig tart a menekültválság. Hozzátette, a következő hónapokban javaslatot tesz egy állandó menekültelosztási rendszerre. A bizottság emellett egy sor további lépést tesz, például megerősítik a külső határok védelmét, valamint a biztonságos országok közé sorolják Törökországot. Sajtóhírek szerint egyébként a bajor kormány ma dönt arról, hogy az Ausztria felől érkező menekülteket visszafordítsák-e a határon. Csaknem 4900 menekült érkezett illegálisan az országba az elmúlt 24 órában, közölte az ORFK. Ez az elmúlt napokhoz képest kevesebb, mert általában 6000-en érkeztek naponta egy héten keresztül. Az államnak eddig több mint 1 milliárd forintba került a menekültek országon belüli utaztatása. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a legtöbbet a MÁV-nak kellett kifizetni az utaztatás miatt. Részt vesznek a visegrádi országok a Schengeni övezet külső határának ellenőrzésében Magyarország déli határán. Ezt mondta Szijjártó Péter. A magyar külügyminiszter egy migrációs konferencián vett részt Luxemburgban. Ezután arról beszélt, hogy az uniós határokat le kell zárni, de az európai vezetők nem tesznek semmit. A külügyminiszter szerint az is elfogadhatatlan, hogy Brüsszel kvótát akar rákényszeríteni a tagállamokra. Egy héten belül eldől, mikor zárják le a horvát-magyar határt, ezt Lázár János mondta tegnap a kormányinfón. A miniszter szerint már szinte teljesen elkészült a kerítés is. Lázár János beszélt arról is, hogy ingyenes lesz januártól a diákigazolvány és a felsőoktatási felvétel is, valamint több díjat eltörölnek, többet pedig csökkentenek jövőre. 600 000 jönnek 2015-ben. A kormányülések másik kiemelt témája a migráns helyzet volt. Lázár János elmondta, október 7-ig 330 000-nél is többen érkeztek az országba. A szerb-magyar határ lezárásáig 200 000-en érkeztek az országba azon a szakaszon. Most már szinte senki sem próbálja meg ott a bejutást az országba, vagyis a miniszter szerint működik a határzár. Azt egyelőre nem tudni, hogy a horvát-magyar határt mikor zárják le. 99%-ban készen van. Arra a kérdésre, hogy fogjuk-e működtetni és üzemeltetni a biztonsági határzárat, az élőerős védelmet és a jogi védelmet, erre a nemzetközi együttműködés és a nemzetközi egyeztetések függvényében tudok válaszolni önöknek, amelyek még ma, holnap és a következő napokban is tartanak. Reményeim szerint a következő egy hétben ez a kérdés eldől. A miniszter hozzátette, kettős technikai határzár lesz, a kerítés és a gyoda, vagyis a gyors telepítésű drótakadály. 2016. január 1-én csökkenni fog, vagy bizonyos díjak megszűnnek. Nem egészen 3 hónap múlva elindul a közigazgatási rezsicsökkentés. Lázár János elmondta, csökkennek különféle eljárási illetékek, illetve meg is szűnnek díjak. Többek között ingyenes lesz a diákigazolvány kiváltása, valamint a felsőfokú felvételi eljárás alapdíját is eltörlik. Lázár János hozzátette, több a vállalkozásokhoz kapcsolódó költség is megszűnik majd. Az erkölcsi bizonyítvány ingyenessé tétele 2016. január 1-től bizonyára be fog következni, mint ahogy az a tervünk, hogy az ellopott okmányok esetében a magyar állam térítésmentesen kész az okmányokat újra a választópolgár rendelkezésére bocsájtani. A tervek szerint nem csak olcsóbbak, gyorsabbak is lesznek az ügyintézések, maximum 60 napon belül kell lezárni azokat. Nem rendezi el az ügyeket 60 napon belül, akkor részben vissza kell fizetni az eljárási illetéket, és vagy 10 000 forint kártérítést is kell fizetnie, és természetesen az ügyfélnek van igaza, tehát abban a kérdésben, vagy abban a kérelemben, amiben az államhoz fordult, ott 60 nap után, hogyha a magyar állam nem képes válaszolni, akkor az ügyfél szempontjai érvényesülnek. Megszűnik az a lehetőség a hivatalvezetőknek, hogy saját hatáskörben meghosszabbítsák a határidőt. A miniszter kérdése elmondta, már nincs semmilyen személyi vagy szervezeti változtatás napirenden a kormányban. Iránban csapódott be 4 orosz rakéta, amelyeket Szíriára lőttek ki, számoltak be róla az amerikai Védelmi Minisztérium tisztségviselői. Teherán nem kommentálta az eseményeket, és károkról sem érkezett jelentés. Az orosz közlemény szerint azonban minden kilőtt rakétájuk pontosan célba ért. Házkutatást tartottak a Volkswagen csoport Wolfsburgi központjában és az autógyár több másik telephelyén. Az alsó szászországi bűnügyi hivatal emberei olyan dokumentumokat és adathordozókat kerestek, amelyekből kiderül, hogyan csalt a Volkswagen a károsanyag kibocsátási értékekkel a dízelmotoros autó környezetvédelmi tesztjein. Közben a győri Audi gyár az MTI-nek elismerte, az érintett dízelmotorokból 2008-tól kezdve csaknem 3 millió gyártottak.
a kifogás a Győrben készült alapmotorokba beépített szoftverekkel szemben merült fel. Könygáz palackot dobott képviselőtársai közé egy ellenzéki honatja a koszovói parlamentben. Albin Kurti, az önrendelkezés nevű párt vezetője így akarta megakadályozni, hogy folytatódhasson az ülés. A prisztinai törvényhozás ülését már délelőtt is meg kellett szakítani, mert ellenzéki képviselők elállták a szószékhez vezető utat, és fütyüléssel, sipolással zavarták meg a házelnök tájékoztatóját is. Az ellenzék azt akarja elérni, hogy a kormányfő vonjon vissza egy megállapodást Szerbiával. Most pedig megmutatjuk, hogy mire számíthatnak a hétvégén vonattal utazók. Jó napot kívánok! A mobiltelefonos vonatinfo alkalmazások GPS alapú jelzése is mutatják, hogy mind az országos vonalakon, mind pedig Budapest elővárosában nagyon jó a reggeli vonatok menetrendszerűsége, jelentősebb fennakadások nincsenek. A hétvégén Budapesten, Ferencváros és Kelenföld között szombaton és vasárnap pályakarbantartást végeznek. Több erre közlekedő járat menetrendje módosul. A székesfehérvári vonal elővárosai vonatai közül az S36-os tárnoki és a G43-as szabadbattyani járatok Kőbánya Kispest helyett csak Kelenföldig járnak, illetve onnan is indulnak. A győri és a szombathelyi gyors vonatok a vágányzár ideje alatt a keleti pályaudvar helyett a déli pályaudvarról fordulnak. A korlátozás nem érinti a Hegyeshalmi vonal nemzetközi járatait és a pécsi vonal Intercity vonatait. A Budapest-Miskolc-Nyíregyháza fővonal Nagyút és Mezőkeresztes közötti részének pályafelújítása újabb fázisához érkezik majd, ezért szombattól ismét változni fog a menetrend. A Mávinform nevében jó utat kíván a vonatokon, Pejper Károly. Ezt követően pedig a fővárosi közlekedés hírei következnek. Üdvözlöm az ATV minden kedves nézőjét! Kollégáim a város egész területéről közepesen erős forgalmat jelentettek. A Áderi keletben a Beszen Gábor utcában a Petevi utcánál megsértődött útszükületre kell számítani. A Budaörsi úton befelé vezető oldalon a Pannonhalmi úttól a Nagyszülős utcáig megjelentek a külső sávot útépítés miatt. A Nagyszülős utcai felüljárat a Bakcsomópontig csak egy sáv járható. Kifelé a Nagyszülős utcai felüljáróig két sávban lehet haladni. A belső sáv forgalmát átszerelték a szembejövők oldalára. A Nagyszétényi úton kifelé a Vágóhíd utca közelében csatornát javítanak, korlátozásokra készüljenek. Az érintett autóbusz a szegállóját áthelyezik. Az Örömi úti elágazásnál már nem a jelzőlámpa szabályozza az áthaladást, hanem az új körforgalmú csomópontot használják szűkített sávon. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és balesetmentes közlekedést kívánok, viszontlátásra! És eddig tartott a híradó, a szó most újra Balogh Juditté, folytatódik a Start, és mindjárt megtudjuk, mivel. Szervusz Judit! Szervezés. Így van, szervusz Géza, jó reggelt kívánok a nézőknek! Idézeteket fogok önöknek mondani, az egyiket a híradóban is hallhatták. Juncker azt mondta tegnap, hogy nincsen szükség falakra, főképp nem uniós tagországok között. Erről a témáról fogunk beszélgetni Újhely Istvánnal, az MSZP európai parlamenti politikusával. És ettől a pártól is idéznék egy mondatot, amely így szól, a bevándorlás áll probléma. Megbeszéljük majd, hogy mennyire áll probléma. Következő vendégünk pedig azt mondta tegnap, hogy önöket a kormány átverte. Ezt Pápa Levente mondta a tegnapi Questor tüntetésen. Megbeszéljük vele többek közt azt, hogy hogy is állunk most a Questoros kártérítésekkel. És utána következő vendégem Bánó András, aki az ATV új műsorának a műsorvezetője. Ennek a műsornak a címe Ez a hét. Bánó Andrástól most nem jutott eszembe idézet. Viszont elárulok önöknek egy titkot, az egyik kedvenc szava az, hogy perspektívikusan. Azt hiszem, meg fogom tőle kérdezni, hogy úgy perspektívikusan mire számítanak, milyen lesz ez az új műsor. Tartsanak velünk! Köszönjük szépen, ez lesz tehát a következő órában. Most folytatódik a Start, de még megmutatjuk előtt az időjárás jelentést. Én pedig egy óra múlva 8-kor várom önöket ismét híradóval, viszontlátásra!